Már 2 éve zajlik megyénkben is a Modern Vállalkozások Program a Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, melynek keretében egy egésznapos rendezvényre várták a digitalizációt szem előtt tartó vállalkozásokat. A rendezvényen előadásokkal, tanácsadással és pályázati lehetőségekkel segítették a digitális fejlődés útjára lépő vállalkozókat. A kamara nagy feladatának tekinti azt, hogy a tudást és a gazdaságot összekapcsolja, és ma már ez a tevékenység elképzelhetetlen az infokommunikációs eszközök használata nélkül. Hatással lehet a vállalkozások hatékonyságára, illetve a versenyképességre. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy kiállítókat is itt megszólítottunk most, akik különböző technikákat, technológiákat, eszközöket ajánlanak majd azoknak a vállalkozásoknak, akiket érdekel ez a mai esemény, illetve fontosnak tartották az életükben. Én úgy gondolom, hogy az infokommunikációs eszközök használata nélkül ma már a kis- és középvállalkozásoknak is nagyon nehéz boldogulni, hiszen csak ha az elmúlt időszakra visszatekintünk, akkor a cégkapu nyitása, a különböző bevallásoknak az elkészítése az is elektronikus úton történik, és a különböző helyi adóknak a kezelése is nagyon fontos volt, és ezekre fel kell készülni a vállalkozásoknak, nem csak a magánéletben kell használni ezeket az eszközöket. A kamarában ingyenesen kaphatnak tanácsot a megyei vállalkozások, melyek így felkészültebbek és versenyképesebbek lehetnek a saját piacukon, valamint a közös európai piacon is, mondta el a rendezvényt megnyitó beszédében Koleszár Péter, vezető IKT tanácsadó. A hazai kis- és középvállalkozások rendkívüli lemaradásban vannak az Európai Uniós versenytársaikkal szemben, hogyha a digitalizációs eszközök használatában hasonlítjuk össze őket. Ennek a problémának a leküzdésére jött létre a Modern Vállalkozások programja. 2 nagyon fontos fronton igyekszünk a vállalkozásokat segíteni. Az egyik maga a Modern Vállalkozások programja, amelynek az egyik legfontosabb pillére az a tanácsadói hálózat, annak a tanácsadói hálózatnak a szolgáltatása, amely a kis- és középvállalkozások számára díjmentesen igénybe vehető. Tanácsadóink a vállalkozások telephelyén keresik fel a vállalkozásokat, és egy rövid auditot követően egy fejlesztési javaslatot tesznek le az asztalra. Ezen fejlesztési javaslatnak a valóra váltásával jelentős előrelépést tudnak a vállalkozások elérni, és hatékonyabban és gazdaságosabban tudnak működni. Koleszár Péter hozzátette, a másik fejlesztési lehetőség az az Európai Uniós pályázati csomag, melynek keretében a vállalkozások akár 40%-os visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak a digitalizációs folyamataikra.